Sziasztok! Köszönjél, Lehel! Lehel nevű kisfia kísérte el Földi Juditot a 78-as számú szavazókörhöz vasárnap délelőtt. A Fehérvárért Közösen Egyesület fehérvári polgármester jelöltje kiemelte, eddig nem élt még át ilyen nyugodt kampányidőszakot, mint ami az elmúlt időszakban Fehérváron zajlott. Földi Judit arról is beszélt az idei választásokon, miért egyesületként indultak pártok és civil jelöltek közösen. Utolsó két napban jelentek meg különböző oldalok, amelyek mocskoltak, de alapvetően azt gondolom, hogy ez egy nyugodt, békés kampány volt. Mi végig a hangsúlyt arra helyeztük, hogy mit szeretnénk máshogy csinálni. Máshova helyezném a súlypontokat, teljesen más területeket támogatnék még inkább, mint most. Én bízom benne, hogy a székesfehérváriak értik, hogy mit jelent az, hogy egy egyesület és a pártok összefogtak, ugyanis ezt a programot, ezt a civilek segítségével raktuk össze. Bízom benne, hogy tudják, hogy a Fehérváriak Közösen Egyesület arról szól, hogy egy olyan víziót rakunk le Székesfehérvárnak, ami egy sokkal szociálisabb és sokkal környezetbarátabb város tudna építeni. A magas részvételi adatok láttán Földi Judit úgy fogalmazott, ez az arány mutathatja azt is, hogy a kormánypártoknak sikerült jól mozgósítani az Európa parlamenti választás kapcsán. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy sokan vannak, akik változást szeretnének az országban, és ezért járultak többen az urnák elé. Kérdésünkre, hogy helyi szinten milyen eredménnyel lenne elégedett a Fehérvárért Közösen Egyesület, Földi Judit azt mondta, az 5 évvel ezelőttinél jobb eredménnyel már elégedettek lennének.